Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Bárka Show harmadik üdvözlök Adása. mindenkit! Ez itt a Bárka... Eddig Poszával és Lajossal csinált az adást, és most szintén itt van velem Posza. Jó napot, estét kívánok mindenkinek! Szóval Lajosom, hát sajnos ő, hát most a Siriuson van éppen, az MKKP és passzívistáknak segít ilyen savköbő menyéteket, hát megmenteni. Ezzel megmenteni a világot is. Mindent is. Sajnos nem Igen, lehet igen. itt, de lelkileg velünk van, az biztos, biztos vagyok benne. Igen, küldi a hát igen, támogatást. Küldi az energiát egyszer nekünk. Igen, Hatalmas igen. Állat. Most a mai témánk Németh Szilárd lesz. Sisi, más néven, vagy a Malacman, a vagy minden. Rezsi Szilárd. Rezsi Szilárd, Rezsi Ogre, hát sok neve van. Igen. Egyszerűen, hát nem mindegy, de azért... Nagyon szereti nagyon a nép egyébként, hát, meg meg mi én is. Is én kifejezetten szeretem. Nekem egyik kedvenc politikusom, meg kell mondjam. Talán Schmidt, vagy nem Schmidt, nem Schmidt Mária-ra gondoltam, Semmilyen Zsolt a másik kedvencem. Igazán Semmilyen szeretem. Zsolt szereted? Bírod igen, az embert? Igen, mert imádom, amikor ott Orbán beszél, ő most csak így kopog mellett, és nem csinál semmit. Csak egy ja. Mosolyog és kopog, imádom az embert. Én is írok én is az ilyet szeretem amúgy, de... De ő legalább adja, ő is a lelki támogatást. Ja, hát imádom. Na szóval, Posza, beszélj nekünk kicsit Sisiről, mint kicsit, ember, mint politikus. Mint ember, hát... Ugye azt kell tudni róla, hogy egy magyar politikus a Fidesz színeiben tevékenykedik, mint országgyűlési képviselő. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, a Fidesz alelnöke, a Magyar Birkózó Szövetség elnökének választották 2015-ben. Azért hát igen. Sportban is ott van az ürge. Ott van az öreg. Sportban. De azért meg kell említeni, hogy a 2013-tól a Fidesz rezsicsökkentéséért felelős képviselője, ami a, ugye a kedves nevét is kapta. Már Terezs Jógrét, nem a Németh Szilárdot. Igen, igen, igen. Igen, és polgármester is volt 2010 és 14 között Csepelen. Ja, tényleg Csepel. Igen, Csepeli. Jó öreg Csepeli emberek, mennyire az volt az aranykor, szerintem úgy hívják, hogy 10-12 között van. Az aranykor, vagy mikor. Így van. Na jó, a mai adás az úgy fog felépülni, igazából most Poszám elmondta szépen a alap tudnivalókat Sisiről. És most az első pont az az Insta celebségéről lesz. Tehát, hogy megnézzük, itt láthatjátok az Instáját, némethsziárd.hm, kövessetek be. Én, igen, én nem is értem, miért, ja, csak ez a bárkosós akunt, Ferenc Gyurcsány ki is adta. Na mindegy. A szóval, legfontosabb. Hát, azért őt is bekövetem, meg Vityát is. Én na mindegy. Értem. 2681 követő. Nem rossz, nem rossz, mondjuk ki. Nem rossz. Nem áll rossz. Nem áll rosszul, hát igen. És megnézzük a kicsit a képeit, és abból levonunk egy ilyen nagy körészetést, így az egész emberre gondolok. Igen. Szóval most így magáról az internetes tevékenységéről. Hát igen, hát a celebségéről, Insta celebség igazából. Igen, már. Egyébként egy celeb. Nézzük meg a legutóbbi képét, itt van a Csepeli kis Duna, azért mégiscsak ott van. Családias hangulatú baráti találkozó, igen. Ahogy írja. Gyönyörűek vagytok, Szilárd, remélem. Jól értitek magatokat, aztán ne vigyétek túlzásba a szilvaházi pálinkát. Hashtag Targaryen, hashtag Fidesz KDNP. Nagyon egyetértek ezzel a kommentelő emberrel. Hát én találtam itt egy nagyon szomorú hozzászólás, hogy elfogyott az összes pacal. Hát ez... Remélem elfogyott, de remélem, azt mondja remélem. Ja remélem, de akkor nem, az nem gáz, az nem gáz. Akkor ilyen jó, családias akkor... hangulatú, mindenki fogja egyszerűen a... Sziszikém azért, az nagyon jól néz ki az ember. Családias. Mi ez a sisak? Ilyen, hogy mondják, ez munkavédelmi sisak? Úgy. De nézd meg, hogy fogják egyszerűen, imádom. Mennyire családias. Miért egy építkezésen találkoztak? Én sem teljesen értem, de... Ezen mi a családias? Boráti találkozó. Nézd meg, hogy megmutatja. Na, nézzetek, arra menjetek, srácok. Ott a pacal. Hatalmas igen. Állat. Így most kell, egyelőre. Így kell. Azért meg kell nézni, itt most nagyon fontos, hogy ezen a képen 289 like van, és egy... Ezen a képen rotyog a fúziós pacalleves karcogon pedig...
Fel egy 837 like van, szóval négyszer annyi van a pacalon. Már nem azért, de ezt mondjuk nem, ki. Nem, a fúziós. Fúziós. Én néz, igen, nem is hallottam, hogy fúziós pacalleves, de úgy látszik ilyen hogy is néz, van. Hogy néz, egyszerűen annyira boldog, amikor a pacal közepében van, nem tudom. Szerintem mondani, tovább kéne fejleszteni infúziós pacalleves. Az is lehet, tényleg. Hogy, és akkor a kommenteket annyira szeretem olvasgatni a képei alatt, hogy ne csak magadra fülsz, Sziszi. Egy konkrétan ott van egy egész bokrás pacal. De amúgy azt tetszik benne, hogy azért elég bőségesen megvan azért pakolva az a leves. Szóval. Ha megvan. Minden nap pacal, miniszter úr, jól megy a lopott pénzből, meg ilyeneket írnak. Így van, egyébként, ja, szóval, hogy én, szóval azt egyébként még hozzátenném, hogy azt is írják róla, hogy szegény csepeli munkás családba született, hát úgy látszik a szegénységnek már vége, hála Istennek. Hát már jó már pár éve vége szerintem. Igen, így már rotyókat a fúziós pacal leves. Itt van egy ugyan, másik kép, 1094 lány, ugyanígy pacal, vagy ez nem pacal? Mindjárt megnézem. Ne, de, felé... de ez pacal, de ez nyújás, csülkös pacal, azért jó gondoltam. Ilyet írt. Nyújás, nyújával? Ilyet írt az ember. Vagy hol volt? Oh, nem hiszem el. Koleszterin, tedd a dolgod. Amúgy ez azért, ez a leves, vagy nem tudom micsoda, ez azért nagyon meg van pakolva, szóval azért ebből egy kanálka is, hát, azt mondja, egy évre elég. Ezt mondjuk ki. Ezt szerintem egy jó 50 embernek elég. Várjál, figyelj, mit írt Németh Szilárd? Felére csökkenteni a hús, a hal és tojásfogyasztást az Európai Unió állatjóléttel foglalkozó csoportja. Az erről szóló terveket a szocialisták és a zöldek is támogatják. Hát úgy látszik, Szilárdnak ez egy súlyos és de pont. Ez a másik rész a legfontosabb. Nyomj egy lájkot, ha ilyet értesz velem. Én maradok a nyújjás csülkös pacalnál, a gyufatésztás, 8 tojásos halászlénnél és a hagymás szalonnás tojásándottánál. Ennyi. Én nyomtam egy lájkot, amit lehet ő marad, és ebbe én is nyomok rá egy lájkot. Én úgy érzem, hogy én ebben egyet értek. Milyen már az, hogy kevesebb tojás, meg minden, meg... Ez nem normális szintem, hogy kevesebb tojás kéne megenni, ez nem is értem. Idióta EU-sok. Igen, rohadt Európai Unióba, azért miért nem lépünk ki a kurva életbe? Miért állítsuk, hát csak fizessék a pénzt, aztán állítsuk mennyi, meg Brüsszelt, hát túl sok pénzt küld. Itt van, én csak a második szavazó voltam ma reggel, mert Virálylányom megelőzött, hashtag EP választás 2019. Hát ez az ember, ez ugyanolyan kampány, mint valami őrült. Hát szegény embereket, amúgy képzeld, mennyire gáz lehet így fotózkodni. Képzeld el, amikor, amúgy, ez úgy néz ki, mint egy kuka. Hát az. Ez szerintem konkrétan egy kuka, csak ráírtak egy ilyen. Nem, ez egyébként ez jó, nem, de egy szavazó. Néz ki, nem, mindegy. Hát szóval... igen, két gyerekük van Virág és Bendegúz feleségével együtt. De képzeld el azt, hogy amikor így bepózolsz úgy, hogy belteszed, de nem teszed bele, mert pózolni kell a képhez. Ez annyira hát, muzsáv, de nem érted ezt, Vidos. Azért kell így beállni, mert akkor nem lesz Instagram celeb. Vágod, amit mondok? Hát én nem fogja. Tudom, csak nagyon cringe, de ezt mondom. Az a legnagyobb probléma, hogy nem mutathatják azt meg, hogy kire szavaztak. Szóval, hogy... Szerintem megsukom a Jobbikra. Mi? Én nem FKP-re tippeltem, de nem jó biztos ebben. Na mindegy, hát... Annyira boldog ezen képen is, hogy... Szegény fiú, biztos hogy polgármester úr, egy fő katontársam meghívására a sportparkot adtunk át. Megint sport. Egyszerűen a magyar sport imádom. Imádom a magyar sportot. Hát ő a Birkózó Szövetség elnöke, azért a Birkózó, szóval nem. Megmutatom az egyik kedvenc képemet, itt van. Ezt felolvasom. Valószínűleg ez a kedvence. Szívből és tisztelettel gratulálok az 5-ös József általános iskola 7. osztályos csapatának, akik hosszú, kitartó küzdelmek után 59 csapat Ádáz küzdelmében megnyerték az első csepeli lézerosz bajnokságot. A csapat tagjai Kalmár Botond csapatkapitány, Nagy Mékuti Levente, Bakos Nagy Botond, Kamrás Gergő és Sinkó Flórián tartalék. Ez mennyire rektem úgy, Sinkó Flórián tartalék. Uff, ez most fájtott. Na mindegy. Különbözőség számomra, hogy fiam, Bendegúz is a csapattagja lehetett, méghozzá úgy, hogy egyszer sem lőtték le. Ennyi. Hát persze, ennyi. Hogy nem lőtték ezek le. Ezek a gyerekek mindannyiunknak példát mutattak bajtársiasságból, bátorságból, együttműködésből és küzdeni akarásból. Jó honvédek lesznek!
Szerintem az történt, hogy így a, fogta a fia a rezsinek az erejét, és ugye amikor lőttek rá, akkor így arrébb húzta azokat. Nem tudom, hogy ez mi ez a lézer valami. Egy ilyen pacsat oda volt, egy bográs. Így van, így van. Nem egyébként. Hazáért, mint halálig. Hajrá ötös, hajrá fiúk. Ádáz küzdelmek voltak sajnos, ádáz küzdelmek. Na, egyik kedvenc kommentem. Veszélyes a fiad pont olyan, mint te. Mármint jó értelemben, ilyen hazafiak kellenek a népnek. Hashtag Fidesz. Így van. Egyetértek, ő is majd mehet ez a komment. Orbán Győzővel a határon, hallod? Mennek a határa. Orbán Győzővel, az, aki volt focista, mi volt, jogász, vagy valami jogi iskolában volt. Mérnök, közgazdász, vállalkozó, minden focista volt. Focista és határőr, tehát katona. Imádom az embert. Minden volt. És ő azt mondta, hogy nem szabad semmilyen népcsoport ellen gyűlöletet szítani. Hát... Mennyi vita lehet otthon az Orbán igen, család? Igen, ezzel gondolkoztam, hogy az egy volt tanárom odaírta, hogy apának mondtad már, hát kiégtem. Az ember apám. Ja. Nézzétek, micsoda birkózós képeket szépen, kicsitek egy birkózását. Ott, amikor lő, azt nézzük meg, amikor ott lő. Ja, igen, úgy tényleg, ezt majdnem kifejtettem. Jézus Isten! Ez a No McDonald's Maureen, ott repül egyszerűen igen. A füvel, nagyon durva. Hogy no egyszerűen... McDonald's Maureen. Persze. Ez, amikor, az összes komment ugyanilyen, hogy nem túl az apja, és nem lenne lovval, és lő hátrafelé. Meg lecsúszolnak pacalpör is kézen. Nemzetünk hőse. Jöttem, láttam, lőttem, győztem, meg ilyenek vannak egész végig. Meg volt valahol Captain Hungry, de azt hiszem, hogy kitörölte már. Igen, kitörölte. Hát igen, azért egy erős. Is kitörölte. Azért az az M4 ott a kezébe, az puff. Ez nem M4, szerintem. De az M4, ide van, ide van ír. A gépkarab egy amerikai M4-essel össze is hasonlít. Igen, de szerintem az... De ez az? Szerintem ez? Ja, nem, ez UMP. Fele, vagy ez, de az ugyanaz a két képen, de nem baj. Jó, igen, szóval. Na mindegy. De amíg ezért ezen veszélyes. Azért megijednél tőle, hogy így, valaki így rád nézne, akkor megijednél. Szóval én ott helyben, a soktól meghalnék őszintén. Ez durva. Nagyon erős. Ott koncerte, ott repül a töltényhüvely, Sisi meg egyszerűen, mondom. Szétlövi a pacalt. Szerintem ő McDonald's-eket lő éppen. Tehát ott van biztos, hogy egy McDonald's fegyet, nem, kebabosokat. Kebabosokat. Igen, nagyon durva egyébként, szóval... Megint kis evés, azért az kell. Hashtag pacal! Hashtag pacal! Adjál már! Ez miért szereti ennyire a... Szerintem naponta szóval... pacot eszik, de őszintén. Mi van abban a pacalban, ami ennyire hivogató egyébként? De nem, egyébként itt látok, hogy húsvétkor... Hashtag nap vége, hashtag csepel, kolbász. Hashtag kisztúma, hashtag komp. Ott van az, ahol az kolbászok meg ilyenek na, vannak. Na, ott legalább nem ilyen olyan van, hashtag hogy hashtag húsvét, hashtag töltött káposzta, hashtag így készült. Eszi a töltött káposztát az úr. Amúgy jó csinálja, amúgy csinálják egyébként. Ez nem rossz. Igen. Szilárd, amúgy mi óta van? Instagramon, azt nem lehet megnézni. Április 8 óta, hát igen. Tényleg? Legalábbis utolsó képére az van kiírva, április 8. Ezt nem mondod komolyan. De. A legelső képére április 8, az van aláírva. Ez durva, ezt nem hittem volna komolyan mondom. Tényleg? Kedvenc dátumja óta úgy döntött, hogy... De mennyire durván néz ki ezen a képen amúgy? Úristen, tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen, tudod, egy ilyen diktátor, aki mögött így állnak, és sorogatnak a katonák, hogy bármire készek, hogy hashtag köszönet, hashtag tűzszerész ezred. Úristen, hát a csávon amúgy szélesebb, hogy mindegyik, meg kell mondjam, tehát a válla durvább, mint bármelyiknek. De most nézd meg, komolyan. Úgy érzem, hogy Szilárd... Pedig ez a csávú balra mellett, ez nagyon kemény, de Szilárd az kétszer akkora, mint... Ezt nem hiszem, nem találtam meg, amúgy ezt kerestem egész adás előtt, amikor úgy áll ott valamint tényleg először, nem hülyeskedek, konkrétan azt hittem, hogy egy szikla van ott, de most de tényleg, most viccen kívül. Összetévesztetted az öreget. Összetévesztettem egy sziklával, ami nagyon durva. Szóval, igen. Hát a Sisi csodálatos instájában kiderül, hogy Sisi egy hazafi, imádja a pacalt, imádja a magyaros étkeket, és nagyon sokszor is csinálja ezeket szerintem. És emellett a sportban... Ja igen, és emellett a sport egyik hát legnagyobb embere. Tehát ugye magyar sport, azt szerintem egyenlő német Szilárd. De őszintén. Igen, a magyar virkózás. Kickboxing World Cup. Ennyi. 50 kommentek fele, McDonald's konkrétan.
Szóval nagyon, nagyon durva ez az ember, meg kell mondjam. Mondjuk az az érdekes, hogy amúgy szegényt ott a választókörzetében egyszerűs, szóval 2010-ben és 14-ben, vagy na, 14-ben és 18-ban sem választották meg, hanem országos listáról kellett bejutnia, mert alul maradt szegény, szóval annyira mégse, Csepelen mégse tisztelik annyira, ja, azt, hogy ezek megválasztják. Már nem. Rájöttük, hogy rossz sajnos polgármester volt, lehet. Azt szeretem, hogy a fideszesek mindegyik egy kicsit kipróbálja, milyen polgármesternek lenni, kicsit megnézzük, hogy milyen az önkormányzat, milyen az államtitkár, és akkor így tudod így, ne legyen háború benn, akkor így a magyar biztos... Ja igen, meg amúgy ő a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Hogy... Ezzel a kommenten megint egyetértek, ugyanaz a csávó. Csak ennyit tudok mondani, hajrá mester, szurkolok nektek! Nem fülünk és nem fázunk, a Fidesz a világunk. Ezt vélem is hallottam, ez... Ez egy... Jó, lehet, hogy értelmes dolgokra költjétek a pénzt. Egyetértek. Így van. Hát ugye azt is tudjuk, hogy olyan tankokat vásároltak, mint... Itt van, megtaláltak! Megvan! Megtaláltak ezt a képet! Hülye állat. Ez az ember... Sziklaszilárd. Nézd meg, hát hogy állott! Mint egy szikla mondom, azt hittem, hogy tényleg, ez a baloldali csávó, ez konkrétan egy szikla mellett támadna, milyen jó ég. Pont így néz ki az unokölcsém, amikor éppen beszorik. Amúgy nagy vagy sziszi tisztelet. Ez milyen jó ég. Amúgy olyan egyébként, mint egy diktátor, szóval sok képén pont úgy áll, ahogy körbeveszik. Ez a kép, ez annyira volt jól néz ki ez a gép. Úristen, hogy befenyít egyszerűen, a nézésjel befenyít téged már. Fenyít az de űrre itt is mennyire szikla, ez nagyon durva. És nem tudom összetérteni most, fiek, most ez Sisi? Én kíváncsi ez lennék, CC, milyen nem Sisi. Nem tudom. Ez Sisi. Hát, ez... Egy érdekes kérdés. Nem tudom eldönteni egyszerűen, érted? Lehet, hogy ő a Sisi, de nem... Hallod, nézzük meg, nincs ráírva, hogy rezsicsökkentés valahova, vagy pacal tör. Nagyon közel nézem, de nem látom. Nem, az a baj. Ez lehet, hogy nem Sisi. De nem, ő, nincs. De ő, de nem tudom. Ő oszlop, de hasonlít, lehet a testvérem. Igen, lehet, hogy ikertestvére, csak tudod, egy ilyen anyanyegyű különbségét, csak azért nem veszem észre. Igen, Sisi, hová tűnt a nyakad? Hát, szóval, arra, térjünk vissza arra, hogy Sisi nagyon nagy Instagram celeb, és nemrég kezdett el Instagramra posztolni dolgokat, de én úgy érzem, hogy érdemes követni, szerintem magához képest kevés követője van, szóval ez a 2700 hát, követő, ez nekem, nem méltó hozzá. Most meg kell néznem, hogy Vityának mennyi van. Szerintem neki ilyen 30 ezer, de lehet, hogy hülye vagyok. Úgyhogy neki arra biztosunk mindenkit, hogy mindenki sokat mondok, kövesse be Szilárdot. Mert... Szerintem most, aki itt van, nézzük, most németsziák.hm, 40 ezer Orbán Viktor követő. Minden héten rotyog a fúziós pacalleves. A fúziós pacalleves. Fúziós pacalleves. Gyerekek, Istenéd. Így van. Szóval erős az űrge, tud valamit. Itt egy kedvenc kommentem. Itt van ez a kép, a csodálatos ilyen kommandos, ez amúgy nem ő. Ezt nem én kommentettem, mások szóval, biztos totál nem én vagyok. Lőtek szét a McDonald's zavarló migráncsokat, pincepörivel töltött golyókkal lyukaszátok ki őket, csak így tovább Sisi, hajrá Fidesz, hashtag Sisi. Ennyi. Így van. Ez így ilyenek kommentekkel jöttek egyet, komolyan mondom. A pincepőrivel töltött golyók és a pacalgránát mindent megállít, ugye? Hát, ezt mondjuk ki. Ott van a Honvédelmi Minisztérium. Ennyi. Figyelj, ez az ember felelős valamilyen szinten azért, hogy biztonságban legyen, és hogy legyen kerítés Magyarországon, ne jöjjenek be a migránsok. Neki nagyon sokat köszönhetünk. Emellett még a honatjáink kormánypártjának, a Fidesznek az alelnök. Szóval... Szerintem mondjuk ki, hogy Sisi egy szent ember, úgy érzem. Nem egy szent ember, inkább egy hatalmas egyéniség és egy hatalmas ember. Egy szikla ember, szikla Szilárd. Egy szikla Szilárd. Szerintem a Szilárd név, már a szülei is rájöttek arra, hogy ő egy szikla lesz, amikor felnő. Hogy mert ekkor állat...
ebből az emberből egyszer még nagy szikla lesz. Hát tényleg, amikor így, tudod, megszület, és akkor így, jaj, olyan szép. Hány kiló? Hát 56. És akkor nézek rá, hogy mi van, úristen. Hogy... De aranyos kavics. Milyen aranyos kis kavics. És akkor így körülbelül. Na, jó, ez azért csúnya jó, volt. Jó, ez, nem, de... ez nem, nem direkt, ez csak viccből mondtuk teljes mértékben. Igen, igen, imádjuk, szóval nekünk itt. Nincs bajunk. Na most jön, viszont a Szilárd féle gasztropercek. Gasztronómia. Igen. Gasztropercek, német Szilárd. Magyarország finom. Imádom az ember. A gasztroangyalról beszélgetünk. Most megnézzük. Vastagödőről meg fogjuk nézni. Tehát először is akkor nem a Bayer Show bejátszásokat fogjuk megnézni, hanem a birka fejet, nem? A birka fejet. Jó, nézzük meg a birka nézzük fejet. Meg azt. Úgy érzem, hogy... Erről annyit kell tudni, hogy van egy... Ugye a német Szilárd csinált kettő ilyen videót, amiben csodálatos... hogyan fogyasztja el a birkafejet? Várjál, belagolt a hangod, mint valami őrült. Most mondd még egyszer ezt. Na, szóval még egyszer. Igen. Szóval megfigyelhetjük, ahogy német Szilárd nyomog egy birkafejen. Szóval ez... Nézzük meg szerintem. Igazi magyar. Ez az. Ismét. Jó. Csugodőr. A birkóz... Nem akar. Itt van. Ó, csodálatos. Nézzük meg. Hogyha végig átváltanom a vastagödörnek, nagyon örülnék. Na, köszönöm szépen. Vagy nem? Nálam megy nem. Amúgy. Nálam nem megy. Nálam még a Bayer Show megy. Vár, rá. Oké, várjál. Na, várjál. Közben elengedem a főztek egy nagyon finom birkát, és ismét megkaptuk a birka fejét, és ez csodálatos lesz. Jó étvágyat kívánok mindenkinek! Jó étvágyat! Jó étvágyat! Uborkával! Uborkával! És ubika! És kenyérrel! És kenyér! Igen! És látod azt a szó, hogy felcsillant, hogy mennyire? Kenyér! Ki az ember, aki ezt a videót? Milyen elegáns patolja nagyon elegáns. Nagyon jó. Birka fejhez azért fel az elegáns. Megkérdezik tőle, milyen? Nagyon jó. Egyszerűen... Szóval úgy ér, azért beszéljük szóval, hogy ez milyen elegáns volt, szóval, hogy... A birkózó szövetség mit tudja mi, hol azért egy ilyen birka fejet elfogyasztani, azért ez valami. Szerintem nem az első birkafej, amit megevett. Úgy érzem. Nem is az utolsó valószínűleg. Hát de az nem is az utolsó. Meg az, hogy azon az estén szerintem ez egy ilyen desszert szintű, szóval. Desszert? Hát egy ilyen birkafej az a desszert körül. Így van, hát, így hát, van. Ilyen, azért egy pacallal egy beindítja az estét, aztán egy kis pincepöri, aztán jön a desszertként a birkafej. Én ezt így tudom elképzelni, úgy őszintén. Így van, birkafej. Nézzük meg a második birkafej videót. Ebből kettő. Az arcagének és a csepeliek egészségére. Annyira aranyosan néz ki ez az ember. Egyszerűen annyira aranyos. Ja, az elején az a most minden ezt a kis... De, mikor milyen jó égérnem áll meg? Szilva pálinkát, és utána megeszem ezt a birkafejet. Ez a karcagi birkapörköltnek jellegzetessége, hogy az egész testet felhasználják, így belekerül a fej is. Nem mindenki szereti, de egy pálinka után szerintem. De egy pálinka után szerintem bármit lehet szeretni. Ez így van, ember. Így. De már megint ez a karcag, hát nem lehet a karcaggal bírni, bazeg. Hát ott rotyog a fúziós pacsa alá. Hogy mosolyog az ember? Ezt nem bírom. Nézzük, hogy mosolyog, ez hatalmas. Hatalmas az irgalmi. De megtudtuk, hogy egy pálinka után már minden jobb. Szóval, hogy igazából, hogyha bármennyire rossz kajád van otthon, akkor egy pálinka után minden lecsúszik. Igen. Nézzük tovább. Tisztad az egész birkának. Te, körmét lát, mindent beletesznek. Igen, ez nagyon egészségedre. Csodálatos. Mennyei. Mindent beletesznek. Ez a rész. Ez persze. Ez a popa. Igen. A színizom. Színhúd. Színizom. A birka kérődző állap. Nagyon jó. Nagyon jó. Ez kaját. Az egy uborka megint. Hol a kenyér, ott a kenyér, jó? Hát akkor semmi. Úgy érzem, hogy... Ez nem az egy uborkát, de jó is.
Ja, így néz ki. Na, igen. Én először azt hittem amúgy, hogy ez egy rá. Mutatom a másik oldalát is. Mennyire segítőkészülnek, megmutatja, hogy hogy néz ki nekünk a birka fej. Igen, szóval... Mennyire kedves. Nagyon jó fej. Szóval ez nagyon finom. Hogy ette, hogy... Na. Köszönöm, hogy velem együtt tettek. De nem ettem vele, Sziszi, nem is értem. De nem ettünk vele. Sziszikém, hát nem is ettem nem, vele. Nem szabad ilyet kikezdeni, de egyébként... Élmény volt ezt a birka. Szóval olyan jó ízűen tudja enni azt a birkafejet. Én lehet elhánynám magam a birkafejtől, de... Én is, de... Olyan jó ízűen tolta magába a birkát, hogy... Hihetetlen. Akkor most... Hát megláttuk azt, hogy Sziszi... Milyen... Ez a Sziszi-féle gasztropercek, hogy eszi magát a dolgokat, de most ez... De most megnézzük a teóriát is azt, hogy... Hogy mondja el. Ezt most meg kell keresnem. Ahol megtudhatjuk. Igen. Megtudhatjuk a fúziós pacallevesnek a receptjét, hogy ő hogyan csinálja a fúziós pacalleves. Ami azért, valljuk be, szerintem bárki el akar, bárki meg szeretné csinálni. Úgyhogy... Ez a Bayer Show, kicsit a Bayer Show-ról is lesz szó amúgy, közben lehet, hogy így beszólunk, de ez egy kifejezetten sajátos videó. Nézzük meg egybe az egészet, és utána az elejétől a végéig taglaljuk le, hogy mi történt. Jó, legyen ez. Jó, ja. Akkor, kollega úr, mindjárt beízítja nekünk a Watch Together-t. Most, hogy ki is dühöngtem magam, le is telt az első részműsor ideje. Úgyhogy köszi a figyelmet, kicsit szusszanunk, pihenünk, és messzire ne menjenek. A második részben Németh Szilárd lesz a vendégem. Lehet az első részt, kell. A kedvencem. Az intro annyira jó. Figyelj, hogy beáll, imádom ezt. Ez az ember, ez 3, 2, 1, és! Még egyszer nézzük, yes! Ebből nem lehet elégszer, ezt amúgy megnézni. Ebből fog se egy órás verzió. Azt mondják, hogy halkak vagyunk a videó mellett. Az biztos. Kicsit elveszem. És már is folytatjuk a műsort, vendégem a stúdióban Németh Szilárd, a Honvéd. Mi minisztérium államtitkára. Tisztelettel köszöntelek. Szervusz! Köszönjük Sziszi nevében is. Szilárd, a legfontosabb politikai kérdéssel kell kezdjük, ami azt gondolom, hogy ezekben az időszakokban leginkább foglalkoztatja a közvéleményt. Te mivel eszed a pacalt? Én? Nyúljával, füstölt nyúljával, csülökkel, velővel és bármivel, de leginkább kanál a métányérból. Jó, akkor maradhatsz. Ha azt mondtad volna, hogy főtt krumplival, kizavartalak volna a stúdióban. Lehetetlen, krumplit nem szabad a pacalhoz. Ugyanis férfi ember a pacalt üresen eszi, ecetes paprikával, nagy kanállal. Igen. Egyébként a nyúlja, annak mi a másik neve? Hallottam nagy már kanállal. Ezt a kifejezést. Csak... Az a füstölt borda, a bordának a porcos alsó része. És azt is belefőz. Ajaj. Ajaj. Még egy kicsit el kell zarándokoljunk, még maradunk a politikánál. Marha pörkölt. Az is jó. A másik nagyon fontos dolog a világon, a marha pörkölt. Itt is meg kell kérdeznem, mivel főzöd? Vörösborosan? Hát természetesen, és zsírral. Ugye gondolom ez lett volna, hogy hallom, hogy legújabban olajjal csinálják a marhapörköltet, hát ez döbbenetes. Ezt ki kell tiltani a konyhát. Teljes egészében. Én még a kacsazsírt is mellőzném belőle, sertészsírral csinálom. Egy. Kacsazsír? Hallottál olyat? Persze, hogy nem, van is ilyen kacsazsír. Receptúrám otthon. Új kacsazsír, dögöljön meg. Kacsazsíros marhapörkölt. Olyat még nem hallottam, viszont még ha, egy utolsót meg kell beszéljünk, kihívnálok. Már egyszer kihívtál egyébként, egyszer kihívtál. Volt egy ilyen csatánk, de aztán nem mérkőztünk aztán meg. Aztán igen, elmaradt, de most tényleg kihívnálak, Lecsó ügyben hívnálak. Lecsó ügyben is. Ugyanis Lecsó ügyben, én verhetetlen vagyok. Te hogy csinálod a Lecsó? De te azt mondtad, hogy Virslővel
Én meg a virslit ki nem állhatom. A virslit kolbásszal és szalonnával csinálom. Barbár. Ennyi. Teljesen barbár. Teljesen barbár. Amúgy szerintem ez a két sorember van. És tojással vagy tojás nélkül? Az már lényegtelen, tehát. Én sem szeretem a virslit, de valamit, én is teszek kolbászt a lecsóba, az íze véget, de valamiért a lecsó szerintem főtt virslivel finomabb. Na jó, de azt majd eldönti a közönség. Én még nem ettem jó virslit, tehát ezért mondom. Na, van, tudok javasolni egy, na majd ezt utána megbeszéljük. Na jó. És akkor egy másik politikai kérdés, ami azt gondolom, hogy szintúgy fontos. Ugye most péntek van, mikor ezt az adást fölvesszük. Én már tegnap este, tényleg azt kell mondjam, hogy döbbenettel néztem. Ez már nem ahhoz tartozik, itt már megállíthatod igazából. Görögországból ér. Tehát, még mielőtt bármivel is belekezdeni, kezdjük a Bayer-féle intróval. Hogy, egyébként szerintem nagyon ötletes. Nekem azt tetszik a legjobban, amikor akassza föl, tudod, ezeket az országokat, és akkor a Nagy-Britannia meg leesik, ugye ez a kis imádom. Utalás a kis unióból. Ez az ember, nem üteltek nyilván, de zseniális. Tehát, aki ezt kitalált, az zseni. Amúgy most no offense, de komolyan mondom, hogy ez esküszöm tök jó intro. Ez tök jó. Igen. Nem ez az ember, ez a műsor az enne, akkor esküszöm tök jó lenne. Amúgy igen, nagyon jó kitaláltak. Nem csak róla kopisztunk egyébként semmit. Zsolt bácsi tesztünkre, de az semmi gond igazából. Nem, szóval pont, hogy ő teszi jóvá ezt a műsort. Hát szóval. Persze, nyilván. Ez is úgy érzem. Végre egy szókimondó ember. Ennyi. Szókimondó emberek, azok kellenek az országnak. Hát az szóval, hát ez az intro főleg az jó, mert kétszer nézhetjük egymás után. Tehát én ezt kipizetettem, imádom. Kellett. Most már kicsit, kidülönte magát, most kellett egy szünet. Úgy szerintem esküszöm az volt, hogy beszóltak a mikrofonba, a fülébe, hogy Zsolt, állj már el, tesszünk ezt szünetet, mert nem vagy normális, be vagy dühöngve, és akkor így. Ezért ja, azért kellett, hogy álljál már el. Gyorsan eltették a zsákokat. Ja. Jó gyorsan, biztos kiki, vagy ezért Sziszi is segített neki elpakolni a dolgokat. Szaroska, aki kérdezte, hogy bárkasó intro lesz-e valamikor. Amúgy lehet, hogy lesz, de az sok munka lenne, és én lusta vagyok. Nem vagyunk lusták, lesz valamikor. Lesz valamikor, az sok időt igényel. Tehát. Igen, meg elég kezdeti stádiumban vagyunk, de... De majd lesz. Lesz, minden és lesz. És az van még olyan tervben, most kicsit eltérünk a topiktól, de bocsánat, hogy csinálok egy ilyen bejátszásos dolgokat, ilyen kis bejátszások pad lesz itt. Igen, hogy... És majd azok egyre nagyobb minőség, vagy egyre jobb minőségű lesz a műsor, remélhetőleg is, hogy mindent megteszünk a nézők érdekében. Így van. Jó, de most ez most teljesen mindegy, igazából a Sziszi-ről beszélünk szerintem, ne itt a holmi bárkasorról, ez mi? A bárkas szar. Na, viszont... Első kérdés, ugye, drága látos Zsolti bácsinak, hogy te mivel leszed a pacalt? De már, várjál velem, első politikai kérdés. Ja, igen. Azért ezt tegyük hozzá. Az emberek erre kíváncsiak, gondolom. De ez mi? Hogy lehet így kezdeni bármit? Már nem azért. Ez a legjobb. De ez főleg azért, mert ez nem vicces. Tehát ez még vicc, nyilván ez vicc, de annyira rossz vicc, hogy ez fájt. Konkrétan. Nem, szerintem nagyon jó volt. Jó, azért, mert te, az a baj, te ugye haragszol magára a Zsolti bácsira, de én meg imádom. Mert ellopta a bárkosónak a nevét. Csak kicsit átadott ja, a Bayer. Ja, tényleg? Nyomorult. De jó, érdekes. Hát volt először a bárkos, aztán ellopta, hogy Bayer surát írtam, nem is értem. Nem is, hát biztos, hogy ő volt. Hát igen, szomorú. De ugye, és akkor ugye megtudhattuk, hogy mi kell a fúziós pacalba. Nyúja, füstölt nyúja. De mi az a nyúja? Boldának az alsó része a porcos. Az alsó porcos részét bele kell főzni, és akkor kell csülök, velő, és igazából bármi. De bármi. A legfontosabb egy nagy tányér és nagy kanál, szóval. De nem krumpli. Krumpli, aki krumpli veszi, felakasztjuk konkrétan. Azt nem szabad krumplit rakni bele, mert ki kéne tiltani ugye, hogy a konyhából. Hát, Bayer mondta, hogy tiltsuk ki őket. Nem tudom. Én nem ettem még pacalt, de olyan jó ízűen megnézném, hogy ugye, ahogy a birkafejet, amilyen jó ízűen tudta enni. Kenyérrel is uborkával.
így van, ha pacalt ugyanígy meg tudná enni, én tuti ennék egy kis pacalt. De csak mondjuk az üvegből, tehát azért ez nem ugyan. Igen. Ja igen, hogy ő főzte, de hát az a baj, hogy mindig egy adagra főzte. Jaj. Igen. Jó. Most megláttuk még... azt, hogy egyszerűen hiszik én, az Insta celebségét, az, hogy micsoda gasztro ember, hogy hogy eszi a különböző kajákat. Láttuk azt, hogy tényleg rendesen megeszi, meg a teóriát is megtudtuk. Most viszont megnézzük a Cici-nek igazából a mém oldalát, hogy, mert ő egy mém lett, ezt mondjuk ki, ez teljes mértékben igaz. Cici egy mém. És ez már jó ideje amúgy, rá kellett jöjjek. Most megnézzük az első legnagyobb, ez egy interjú lesz, 2 perc. Ezt megnézzük és kicsit beszélünk róla. Úgy érzem, hogy ezzel indított el Cici a magáról szóló mém állatot. Ezt úgy csináljuk, hogy közben megállítsuk, mert... Jó, de akkor ráközöljétek, mert egyszerűen nem tudok rájönni arra, vagy tügedőre, mert kicsit ki kell tanulnom, hogy tudom megállítani akkor, hogyha ki van nagyítva. Na mindegy, vagy nem leszek ennyi morult rége, vagy máskor. Na akkor mehet? Mehet. Nézzük. Kommentár nélkül. Yes! Nem kell ahhoz települni, hogy feltétlenül veszélybe kerüljön a magyar gasztró... Jaj, ez bocsánat, véletlen volt. Hangra akartam rámenni ezt. Nem sikerült. Na még egyszer, nem kell ahhoz települni, hogy feltétlenül veszélybe kerüljön a magyar gasztronómia, de mi lesz, ha még betelepülnek? Nem a magyar gasztronómia kerül veszélybe, hanem a magyar emberek közbiztonsága, a magyar kultúránk, a magyar kultúrának a része a magyar gasztronómia is. Már most veszélybe került. Hát most abba gondoljon bele, hogy hány Laci konyha van, összeszámolta már? Én sok. És hány gyroszos, kebabos, turkisi kebab, McDonald's, mit tudom én is. Igen, ez a legnagyobb méme, de azért nem, ennek nem. A mém mögött azért, jó nem, de ez jó, mögött de hát... még azért van Dani, szóval ezt lássuk bele, hogy azt mondja, hogy veszélyben van a magyar emberek biztonsága és a magyar gasztronómia azáltal, hogy betelepülnek a migránsok, meg sok lesz a gyroszos, kebabos, turkisi kebab. De nem sok lesz, már sok van. Ja, már sok van? Igen. Persze, hát, azt mondtam már. És amúgy, hány Laci akkor már az, akkor no offense, de ez a kérdésem, hogy akkor, hogyha attól figyeljük, hogy magyar gasztronómia az teljesen K.O. lesz, hogyha bejönnek a migráncsok, akkor, de hogyha már most nagyon sok van, akkor mi történik? Akkor mi van? Tehát akkor már várjál már. Érted? Ha már most több van, több nyomorult kebabos, meg gyroszos, már undorító, fúj, mint Laci konyha. Mi az akkor... a McDonald's? Meg McDonald's. Tényleg ez, hogy a McDonald's hogy jön a kioszosokhoz, meg a kebabosokhoz. Az olyan szinten, ilyen két véglet. A hamburger, meg a kebab. Hát az de úgy érti, hogy az ilyen gyors kaják, tudod ezek nem, a... Nem, szerintem, mondjuk szerintem nem szabad tudom, egy lapra venni, de... Őszintén. Szerintem azt mondja, hogy az ilyen gyors, ne kaja, az gyors. Hát de hagyjuk már, hát miért te tudod? Ki az, aki bemegy egy McDonald's-ben? Nem tudom, én csak hallottam. Én csak hallottam. Én leköpöm, mert... Én szétlőm. Ha van fúziós pacalleves, akkor nem kell McDonald's. Én azt mondta, hogy egyszer elmentem McDonald's-be, mert hívtak a barátaim, és elmentem. Mondtam a csávónak, hogy hát egy pacalt szeretnék, és akkor elnézett, hogy gondoltam, nem tudja, hogy nem mondtam meg, hogy mivel. Mondtam, hogy kenyérre, ugye? Meg uborkával. Igen. És akkor ezért így nézte, de kenyérre és uborkával, és nézett rám, és akkor itt nem állunk ilyet. Én meg fogtam az ágat, és úgy szétlőttem azt a helyet, hogy azóta köröznek rendőr. Én velem is volt ilyen egy gyroszos, hogy megkértem, hogy a gyroszban, ha lehetőleg az aljára szeretnék egy kis pincepörköltet, a tetejét meg egy... Igen, és... Kenyér nem kell is? De úgy, nem, az, hogy kovászos uborka sincs, szóval, hogy... Mi van? Ne. Ez vicc az ne. Egész. Ne, hagyjál már. Ezt de bele kell látnunk, hogy amit mond, ez igaz, mert veszélyben van a magyar gasztronómia, mert nem tudsz elmenni enni egy jó pacalt sehova, mert minden elmész, és mindenhol azok az ilyen ételek vannak, amiket mondtál. De mit adnak meg McDonald's-ben amúgy? Valamilyen burger? Ilyen burger? Hát ilyen burger, ja. Ez hát, nem, amit a Cici evett burgert azért, azt tényleg? Láttuk, hogy... Ja, igen, persze, hát a gasztropercekben. Igen, de
Tehát nem is értem, hogy miről beszél, de jó, de tudom, hogy McDonald's volt, az, az ilyen szízi féle ilyen. Hát, ja, McDonald's-os olyan... Lehet, hogy igazából a... képet a nézőknek, hogy lássuk ezt egy picit. Igen. Képet erről. Csak mindjárt rájövök arra, hogy melyik az. Szerintem, ja, rájöttem. Igen. Így is van, így is van. De ez szóval... a kép, ez ugye látszik, hogy evett burgert szízi, de én... Nem tudjuk pontosan, mi van benne, tehát nem tudunk 100%-osan semmit. Én nagyon remélem, hogy pinc pörkölte van töltve. Hát én úgy érzem, hogy... Hát nem tudom, mi van az a hús, az mi, de látszik, hogy egy négy ember belefér abba a húsba, úgyhogy... Szerintem az valami izé, ilyen meg ott mögöttem fej, még jön a következő fogás mögötte. Ez nem hamburger, hanem birkafej burger. Így van. Így mert nem ham van benne, hanem birkafej. Meg egy kevés krumpli. Hát egy kis krumpli az is. De én nem is értem, hogy krumpli az, hogy a jövőbe kerül. Folytassuk a videóról azt, hogy ugye veszélybe vagyunk. Jó, nézzük tovább, azt mondom. Már veszélybe van, hát nyilván, hát ez egyértelmű. Hát ott már tehát, hogyha ők lesznek többen, akkor ebbe kell majd barátkozni. Ismeri ezt a viccet, hogy Németországban 10 év múlva bemegy egy ilyen presszóba egy ember, és mondja, Coca-Cola, és visszakérdeznek, hogy jéghideg mit kérsz? Tehát ugye persze, hogy ez most egy vicc volt természetesen. És... Ez egy vicc volt, ez egy vicc volt, várjátok. Várjál, egy picivel nézzük tovább, és akkor utána beszéljünk róla. És nem szerettem volna senkit megbántani, nem tudok arabul. Szerintem fontos lenne tisztázni, hogy amikor... Nem, ezt most meg kell állítani. Kicsit visszatekerem. Majd ezt meghallgatjuk még a riportát, de most először elbeszéljünk, hogy hát ez az ember mit nyom? Mit nyomott? Úristen, hát... Szerintem úgy érzem, hogy 20 év múlva se fog senki ekkora poént mondani, szóval ez a... ettől ez lett az a mém, ami... Úristen, szerintem ennyi nagyobb mém nem volt a világon. Mármint Sisi... Sisi-nek a... Sisi-ről. Ja. Igen, Sisi-ről. Mert ez kezdte el az egészet, és most úgy érzem, hogy ez a beszól, ez a hatalmas poén, én amikor ezt hallottam, egyszerűen úgy sírva rögtem 5 órán keresztül a földön, nagyon durva volt, majdnem meghaltam. De hát... De az, én az a baj, hogy én meg sírtam, mert az a baj, hogy igaza van, hogy... Hát persze, igaza van. Most gondolj hát, bele, baszki. 10 év, nem lehet elmenni Németországba, mert... 5 év, nem 10 év, 5 év múlva simán, hát... 5 év, de nem, mert... Középkor van Németországban, ezt ja, is igaz, tényleg, előző adásban megtudtuk. Igen, nézzétek vissza az előző adást, hogyha nem láttátok. Aki nem látta, azt nézze meg, YouTube-on mert érdemes. YouTube-on Bárka Show. Kis nem promó, az kell a műsorban, azt mondtuk. De itt is meg lehet találni a videókat, úgyhogy... Twitch videókban. Szóval ott elmondta, hogy Németországban wifi szinten... Hát nincs wifi. Középkori... Nincs wifi. Hát nincs. Ez ilyen kimondta. Szinten középkori dolgok vannak. Hát középkori. Hát most minden. Gondolj bele, elmész Németországba. De azért Huawei-től megveszik a 5G-t. Így van, a nem, lusta hát, emberek közé, akik nem dolgoznak. Egész nem dolgoznak. Igen. El van a kényeztet, és kicsiben vannak esve. Merre van a university, azt mondják, hogy... És azt mondják, hogy a university. És akkor így nézzel rájuk, hogy pontosan még utca? Tehát mi van? Ja. Mindegy. De ez az ember, amúgy, őszintén meg kell mondjam, hogy ez a viccet, ezt ő találta ki, vagy nem? Ez most ez a kérdés. Nem, szerintem nem, de amúgy de ő használta ki, a legjobb. Aki ezt kitalálta, vagy... Az megkapja a Nobelt. De szerintem úgy érzem, hogy annak egy béka Nobel-díjat kéne kapni, vagy mindent egy csokorban. Az a másik lehetőség. Igen, a csokor Nobel-díj az védjegyünk kivált. Kijár ezért. Ez a vicc úgy érzem, hogy tökéletes, és ennél nem lehet jobbat mondani. Vagy mondok egy viccet, az apám mondta tegnap, nem lesz vicces valószínűleg, mert csak akkor vicces, hogy apám mondja. És azt elmondom. Ugye ez így egy ilyen általános hiedelem, hogy a ilyen különböző kecske meg, vagy báránypásztorok, azok a állatokkal hálnak, mert ugye nincsen ott nő. És akkor minden este, amikor leszámolja a pásztor a bárányokat, akkor így mondja, hogy 1, 2, 3, szia drágám, 5. Jó, ez valami borzasztó szar volt. Tudom, de ezt tegnap ezen sírva rögtem. És ez... Bocsánat, nem akartam mindenkinek a kedvét elrontani, de tudom, nagyon rossz volt, de muszáj volt kimondanom. Ez kritikán aluli volt. Hát, bocsánat. Na mindegy. Hát, jó, nyilván, hát most, ezt nem is kell, ilyet is értem. Ki tud belőled hozni német Szilárd? Szóval ki hozza a legrosszabbat? Ki hozza egyszerűen a barbár?
Teljesen barbár. Barbár. Teljesen barbár. Jó, nyilván az, azért nem most kellett elmondanom ezt, mert hát most ilyen minőségi viccek után ez, ilyet nem lehet mondani, mert akkor tényleg... Na mindegy. Nézzük szerintem... tovább, úgy érzem, mert itt leégtél teljesen. Tisztázom, hogy amikor itt a magyar emberek biztonságáról beszélnek, akkor amellett azért miért tartják fontosnak, hogy egyéb ilyen gasztronómiai, illetve vallási kérdéseket vegyenek még ide? Hogy mit? Azért a Sándor miniszter, ugye most utána néztem, ugye nem értelművé tette, hogy a magyar ember... De ott volt ön tegnap? Nem, ellenben láttam a felvételt, és hogy a magyar ember az már pedig nem eszik oldalát, a magyar ember az disznóhúst eszik. Nem ezt mondta. Azt mondta, hogy a magyar ember a disznóhúst szereti. Hát, és szerintem így vagyunk. Ha sokat betelepítenek Magyarországra, akkor... Ez mekkora hülyeség? Hallod? Úristen! Magyar ember a disznóhús szereti. Mert ez egy Németh Szilárd ott volt. Ott volt. Ő ott volt. De ugyanaz, hogyha meghallgatok egy felvételt, ugyanarról, amit az emberek élve hallottok, akkor mi a különbség? Semmi. Konkrétan. Mert annyira nem tudtam kérdezni. De ugyanaz hallom. Tehát, hagyjuk már a rizsát, jó? Hagyjuk már a rizsát, tényleg, nem is értem. Ez mi de ez a... Én nem azt, hogy nem szeretem disznóhúst, én sok... Nekem a disznóhús az egy ilyen, egyik ilyen legutolsó hús az ilyen hús kedvelési listámba. Tehát ez teljesen ügyeség. Németh Szilárd úgy gondolja, hogy ő maga szerintem ő nem szerintem tud beszélni. Mondja, hogy ő Németh Szilárd, ő egy annyira magyar ember, hogy hát igazából, hogy saját magáról veszi a példát. Ő szerintem ő az ilyen tökéletes magyar. Mert ő imádja disznóhúst. Ja, ez akkor hülyeség, úristen. Nézzük tovább. De ez elején nem értette a kérdést, ugye, hogy nem értette a kérdést, hogy mi van? Most akkor hogy is van ez? Most ezt komolyan gondolják? Nézd az ember, de mennyi ideig gondolkozik? Ja, és meg kell mondjam, hogy itt a csávó, a rendőr bal oldalon, ez az egyik kedvenc karakterem. Ugye most az egész még. Az egészben ott van és támogatja Szilárdot, hogy Mondjad. Ez a sejtelmes mosolya, csak így, igen, Sisi, mondjad, ez az. Kb. Erre. Na, nézzük tovább. De nem mondott ilyet. Tehát abszolút nem mondott. De abszolút nem mondott ilyet Fazekas Sándor, úgyhogy én erre nem fogok válaszolni, mert ő nem beszélt ilyesmiről. Akkor egy más témában azt szeretném kérdezni az álláspontját. Úgy látom, ez a rover, ez bekattam teljesen. Ez a rover, ez bekattam. Én ezt amúgy nem értettem, hogy mire mondja egyébként. De többször is megnéztem ezt a videót, de ezt nem értem, hogy... arra mondja, hogy a csávó, hogy ez... Hogy bekattant a rover, hogy a fejére mutat közben... De nem az, hogy valamelyik Fidesz politikus, hiszem, azt nyilatkozta, hogy rovarokat akarnak velünk etetni. Igen, van is egy ilyen videó, és ezt meg nem tudom, hogy nem fogom már keresni, de igen, hogy rovarokat esznek az emberek, ezek a nyomorult migránsok, meg ilyenek. Szóval, hát ja, van, de szerintem ez nem arra mondtam, hogy ez a sávó, hogy ez a riporter, vagy mi, hogy ez mennyire, ezért, hogy mennyire bekadant a rovar, hogy megint valami hülyeséget fog kérdezni. Vagy ami nem igaz, hogy nem mondtak ilyet. Tehát szerintem én erre mondtam, hogy... Úgy érzem. Szilárd egy állat, ezt az elején. Mondjuk ki. Amire azt mondja, hogy nem mondott ilyet, az úgy van. Ennyi. Nem mondott. Ennyi. Jó, akkor megtudtuk. Megtudtuk azt, hogy Sisi pontosan hogy kezdte a mém karrierét. Most nem fogunk nyisztem mémeket mutatni nektek, mert az olyan unalmas, mert nem akarunk ilyen YouTube-ról lenni, hogy így felolvassuk a mémeket, és így hát, ez tényleg igaz. Ez vicces, ennyi. Meg ilyenek. Ja, nem most, reakció videót terveztünk. De most sokkal nem. Sokkal jobb azt fogunk csinálni, amikkel ugyanaz, de nem baj. Cube videókat fogunk, nem tudom, ez Cube? Vagy hogy mondani? Kubatov lista. Így kell mondani. Kubatov lista? Kubatov Gábor, tudod ki, az fideszes az is. Ja, persze, tudom. Jó, szóval kubokat fogunk nézni. Kubokat? Azt mondja kubokat. Nézzünk egy-két kubot. Nézzünk egy pár kubot. Jó, nézzünk egy pár kubot. Na, Németh Szilárdról. Igen, nem a Sallai. De... Januártól Németh Szilárd vezeti a Magyar Tudományos Akadémiát. Na, mit történt? Hogy mit? Istenem. Imádom ezeket is. Milyen? Igen, ez a hogy mit, ez a nézés, meg ez a kérdés. Lehet más tudom nézni?
Ezt nem lehet. Nem baj, nyomassad, én tudom az összes mémet, meg én látom streamen. Lehet. Na mindegy, én már kiléptem belőle. Ja, jó. És megnézzük, itt egy sokkal jobb. Ja, itt van a vastag. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Tényleg, most vettem csak észre. De nem, az a baj, hogy szerintem jobban lett volna, hogyha azt mutatják, hogy a birka fejet teszi, vagy pacal pörkölt, vagy ilyenek. Ja, hát az nem teljesen jó volt, mert a sztíkek voltak meg ilyenek. Ez amúgy minden. Igen, is örülünk, hogy kebabosok vannak a körútjainkon. Igen, is örülünk. Ez nem bírom. Azért gondolj bele, hogy ezután mit gondolhatott. Te utána feljöpte, hogy Szizi mit járt, hogy így, uram, ez mi volt? És akkor így, nem tényleg, hazudtam, ne hozd a képeit, mert ne hozd az M4-et, ne lőj le, Sziszi! Nehogy, gyere! Jaj! Nehogy itt, mi történt, egy kis net? Nagyon durva net, Discord lag volt szerintem. Lehet. Ez a videó nagyon beteg, szóval ezt ne nézze meg azt, akinek rossz az idegzete. Ez nagyon rohadtul beteg, meg kell mondjam. Aki? Moskoste onnanoko? Otoko desu yo! Hontoni otokonoko nano ka ni? Oki? Moskoste onnanoko? Ajajaj. Az már annyira beteg, hogy ezen... De olyan nézéseket tud produkálni az arc, hogy ez valami elképesztő. Szóval így, baszki, rendesen a talpa még lenézett, hallod? Az epémet látja konkrétan ezzel a nézéssel. Átnézett rajta konkrétan X-ray szemben. Ez olyan torsót. Földbiznisz, trafik muti, korrupció, orosz ügyek. Földbiznisz, trafik muti, korrupció, orosz ügyek. Földbiznisz, trafik... Istenem. Hát igen, Cartmannel nyomatja az öreg. Hasonlítanak is egymásra, meg kell mondjam, hogy... De ez... Ja... Van valami hasonlóság. Szegény Szilárdot nagyon kiparodizálták egyébként. De egyébként valamiben nyilatkozta is, hogy tessék megnézni, hogy mik vannak rólam az interneten. Nem tudom, az a report, de beszélt. Tud arról egyébként szerintem, hogy ezek így vannak róla. Persze, tud, hát ez fix. De vannak azért nagyon durvák, például van egy ilyen zene is, hogy a német Szilárdok nagyon... Ja, igen, azt bejátszom. Ne. Szegényről az nagyon erős. Nem emlékszem, mi a neve pontosan. Hogy hívják meg? Központhatalom, hatalom német Szilárd, ja. Ja, az durva. Az erős. Szóval szegény nagyon ki lett figurázva így az interneten. De hát... Egyébként őróla is azt mondják, hogy ő is csak jókor volt jó helyen, szóval nem a... Jaj. Mi az? Tehát ilyen videót. Az ember maga, német Szilárd. Az ember maga. YouTube-on beírtam német Szilárd dal, de igen, itt van a Facebook, ezt hallgassatok meg amúgy, de mi nem játszunk, mert elég durva. Mondjuk ő azért annyira nem színű való. Rezsiogre, special, nem tudok beszélni. Special, nem tudok beszélni. Miért nem mondom ki? Mindegy. Nem mondom ki normálisan. Robert bekattam teljesen pusztító erői interjú. Ezt most nézzük meg, ezt most nem láttam meg. Pusztító erői interjú. Ezt nézzük meg Bastyogodőrön. Jó. Már visszamegyek a... Visszamegyek már. Amúgy már kiléptem is belőle, szóval. Ja. Én is, de most már jaj. Majd megtartani a...
nem. Szerintem ez a Cartman dödödö. Őszintén. Az az érzésem van. Tehát lehele? Na várj, mindjárt meghívva. Na, beraktad? Aha. Hogy nem. Ja, elküldted a linkjét? Aha, ott van Discordon. Megyek. És akkor... Meg vagy? Akkor benn vagy. Benn vagyok. Nem. Is. Tehát még raknak rá egy lapáttal. Ezt már megtartani a déli határon álló kerítés, de kiegészíteni az önálló határőrséggel is. Tehát még raknak rá egy lapáttal. Ez sem először hallját, ezt állandóan mondja. Hát a határőrség az elvégzi a feladatát teljes egészében. Csak tehát Magyarországon, Magyarországon van határőrség. Na de látja, azt, ők hogy sem milyen szervezeti, le a dehogy nem bontanák le a Jobbik is. Hát hogy a bánatban? Hát pontosan, hát ez a programjuk. Tehát erre kaptak hát megbízást. Idéztem. Erre kaptak megbízást Sorostól. A Jobbik? Hát, igen, a napnál világosabb. Azokat, azok Soroson. Elvesztem Soros, a fonalat. De ne veszíts el a fonalat. De elfogok. Hát, a Jobbik is Sorosos? Szerintem szerkesztő úr legalább annyira érti, hogy mit mondok. Nem, a Jobbik is Sorosos? Mert hát a Jobbikot ide igazán nem vádolták. De ez napnál világosabb. Tehát akkor, amikor a tegnap Vona Gábor neki megy a nyugdíjasoknak. A napnál világosabb. Gyakorlatilag azt mondja, amit Soros. Hogy a Fidesz rendezvényei lévő nyugdíjasoknak villog a szemük, gyűlölet van bennük, és a szájukból pedig csatorna léfolyik, vagy nem tudom, valami hasonlót említett. Ezt gondolom, hogy a nyugdíjas választók de hát azért ne vicceljünk, ezek ugye mind arról szólnak, azért van választás. Ezek mind arról szólnak, Vona Gábor, azokat a lakossági fórumokat citálta, azokat idézte, amelyeken az emberek egyértelműen hitet tettek a kerítés mellett, egyértelműen hitet tettek az mellett, a kormánypolitika mellett, aminek a lényege, hogy a Soros terv ne valósulhasson de meg. Igen, ezt a, tehát ezek akkor az valójában ezek meg fogják válaszolni 2018-ban a választófülkében. Az rendben van, de most ugye arról beszélünk, hogy ők akarnak kerítést bontani, vagy nem. Arról beszélünk, hogy egyik sem mondom, akar ezek hogy nem. Hát minden egyes cselekedetük, az összes provokáció, amit ezeken a lakossági fórumokon végrehajtottak, az mind arról szólt. Azért fütyültek közben, akkor fütyültek. Ők azt mondják, hogy ők a bevándorló pártján... Demokratikus is mondható ellenvélemény. Nem gondolom, hogy a... Ez most dura volt. Először láttam, és ez most kemény volt. Puzsér szavaival élve, mi volt az a pusztító alpáriság? Hogy a bánatban, hogy a drága Szilárdot idézem, maga a Jobbik támogatta azt, hogy a kerítés felépüljön. Akkor hogy a bánatban mondhatják azt, hogy nem? Hát azért, ezt azért mondhatják, mert mondhatnak bármit, amit csak akarnak, mert mindenki elhiszi, ezek a megvezetett tömegek elhiszik, szóval érted? De ez tényleg így volt, ez igazad volt, hogy a Jobbik azt támogatta ezt a kerítést, aztán meg utána nincsen nekik mennek már, hogy nem, mert le akarják bontani, meg ilyenek, meg tényleg úgy volt, hogy tehát éveken keresztül az volt a Simicska kutyái. Tehát igen. Azért ez remélem. Vagy százszor elhangzott az interjúban, Soros, mert... Meg mennyire szemtelen volt ilyen, folyton közbevágott hogy hívják ezt az embert, nem tudom. Egon. Igen, valamilyen. Rónai Egon. Na, folyton közbevágott, de meg a csávom hogy olyan nyugodt volt. Nem, szerintem Rónai Egon volt pofátlan, hogy nem engedte Sziszit kibontakozni. Ja, igen, bocsánat. Összekevert a neveket. Szóval, igen. Hát, úr volt ez. Szegény Egon nem tudta leszűrni a szavaiból, hogy mi a fasz meg, van. Meg ez mi volt, amikor ilyeneket mondott, hogy elveszettem a fonalat, de ne veszíts el! Hát kösz! Ja, most ez így, mit csináljak ezzel? Ne veszíts el! Kész, ennyi, ne veszíts el! Maga nyomorult. Tehát így, körülbelül azzal mondja, hogy kb. Lehülyézte a csávot, hogy te egy idióta vagy, fogadd be, ez van. És mi van, így nézel rá. Nekem ez volt a kedvencem, ez a hogy a bánatba. Hát hogy a bánatba ne? Meg hát mindenki le akarja bontani a kerítést? Mindenki, csak mi nem. Mi imádjuk a kerítést. Bár semmi értelme amúgy, de... Meg hát ugye a Jobbik megtámadta a nyugdíjasokat. Tehát tönkretették a nyugdíjasokat. De én azt nem értem, hogy nyilván azért ők meg a Fidesz azért támadja még a nyugdíjasokat, mert nekik ők kellenek, de hogyha nem ők lennének, akkor ők is megtámadnak, szóval ez ugyanez. Hát, hogy az nyilván azokat a tömegeket támadod, nem tudom, nem azt mondta a csáv, hogy most itt mondotta a Sziszi, hogy
miket mondott. Oké, támadás, mondjuk azt, hogy megtámadta a kígyasokat. Tegyük föl. De az, hogy ez szerintem olyan egyértelmű, mert ők meg a Fidesz meg a fiatalokat támadja. Azzal, hogy szopat minket folyamatosan, mindig. Amikor így... Nem, szerintem senkit nem akar támadni. Én egyszerűen csak annyi van, hogy amikor választás van, akkor mindenkire szarnak. Ezért van az, hogy mondjuk például most nem kapnak Erzsébet utalványt a nyugdíjasok. Valószínűleg 22-ben meg fognak kapni, amikor választás lesz. Persze, de most én arról beszélek, hogy, de viszont ők meg nem, tehát nem a fiatalokra támaszkodnak a Fidesz-KDNP, hanem ugye a nyugdíjasokra, az idősebb. Hát ekre. Persze, mert elég, ha van 2-3 millió, tudom, nem ezért tudom, mondom, valami ilyesmi. De ezért mondom azt, hogy például meg, itt könnyen lehet látni ezt, hogy most ez a új érettség ilyen követelmények, ezeket meg ugye azért csinálják, hogy minél kevesebb értelmes, tanult ember legyen, aki ilyen értelmiség, aki látja, hogy átlát az összes hazugságon, meg ilyenem, és ezért csinálják ezt. Nincsenek. De úgyhogy közben meg az összes Fidesz képviselőnek szerintem 80%, ez teljesen, ez nem igaz, de én úgy gondolom, legalábbis 80%-ának nincsen két középfokú nyelvvizsgája, azt lefogadom. Tehát én ezt bocsánat, erre nagyobb összegeket tudnék tenni, hogy legalább mondjuk 60%-nak nincsen kettő nyelvvizsgája, legalább B2-es. Ezt komolyan mondom, erre feltenném nagyobb összegeket, feltennék. Erről szerintem amúgy érdemes lenne egy következő adásba beszélni, hogy akkor most végül is mik ezek a döntések, amit tesznek értünk a drága kormány. Azt teszik értünk, hogy minél hát de ők ezt úgy fogják föl, hogy nekik... ők is tudják, hogy ugyanúgy hogy megszopatom. De úgy akarják beletetni velünk, hogy ez de jó. De ez kiszi el senki, nincs ez az ember, aki ezt elhiszi. Dehogy mert, nem. Na, én komolyan nem hallottam még olyan embert. Közel mondja, 3 millió ember elhiszi, mert végül jó, is rászavaznak. Jó, de úgy értem, hogy most abban a korosztályban. Mert az az ember, aki azt látja, hogy na, itt van, most sokkal többet kell tanulnod, meg rohadt sok, tehát minden nap van 9 órád, ott maradsz benn 5-ig suliba, aztán utána meg egész nap csináltad az egész izét, mindenféle házit, meg tanulást, beadandót, és ráadásul akkor még kell még egy nyelvvizsga, mert egy alapból is kell egy, de ez egyiknek felsőfokúnak is kell lennie igazából, mert hát ugye ahhoz kell extra kredit, meg akkor még muszáj kb. Ugye egy dologból, hát nem muszáj, de hogy az ez is eléggé hasznos, és kb. Mindenki meg fogja csinálni, hogy valamiből emelt szinten érettségizzen, hogy ugye 50 pont, vagy mi, mert Lajos jobban tudja, mint én, de ja. Mondom, szóval... szerintem most ezt így zárjuk le, és egy következő adatban Lajos legyet, erről meg lehetne, mert ez egyébként egy érdekes téma. Ez egy hétfőn amúgy, hétfőn lesz a következő adás, valószínűleg, vagy vasárnap. Amin sajnos én nem leszek igen. Itt. Igen, tehát ő hasonlóan Siriuson fogsz tevékenykedni. Nem, én nem a Siriusra, most az Irisre megyek. Igen, ja, igen, és nem savköpő menyéteket, hanem háromfejű vonagáborokat fogunk tenyészteni. Ez egyik kedvenc fajta állatom. Érdekel is, úgyhogy... Hát igen, egyébként a csepeli állatkertben, ha van olyan, született olyan. Ja, igen, igen. Meg tudod, mi volt? Még valamilyen robotokat küldtek be, én arra emlékszem. Én ott leragadtam felcsúton, mi az űrállomány. Szóval én az mellett vagyok, küldtem rá pénzt is, úgyhogy... Mennyit küldtél rá? Hát egy 5 millió galleont. 1 milliót? Ja, pár milliárdot beküldtem, tudod, mondtam. Na mindegy. Jó, úgy érzem, hogy szerintem ennyi az adás. Ennyi lesz Németh Szilárdról, és egy kis kitérő. A lehető legtöbbet, legátfogóbban bemutatni a... jó öreg sziszi munkásságát és mindenféle megjelenését. Az interneten, ugye, mert azért ennél nagyon sokkal több mindent csinál. Hát persze, de most az a csoda, de ez csoda, nem egy ilyen, jó, ilyen valamilyen szinte politika azért van, de, hát, de nem igen, akarunk de csak arról nem, beszélni. Nem az volt most a fő téma. Igen, szóval lehet, hogy hétfőn, ez nem biztos, de hétfőn lehet, hogy az ilyen fiatalok, meg érettségi, meg oktatásról lesz szó, nem biztos, de készüljetek akár erre is. És két hét múlva, 21-én, de ez is olyan, hogy azt mondjuk, hogy igen, de hogyha nem, akkor ne szígyatok le. 21-én valószínűleg, akkor később, nem 7-kor, hanem ilyen 9 körül fogunk kezdeni. Akkor viszont Polláról lesz egy roast. Véleménykifejtés. Igen, más néven... Hát egy nem roast, véleménykifejtés. Nem roast, de igen. Szóval, ja, az jó lesz. Meg kell mondjam. Igen, úgyhogy jók lesznek. Most várom amúgy, meg kell mondjam. Tehát ugye
Azt eléggé várom. Igen, és akkor 21-től már 3-an leszünk, úgyhogy igen, ott akkor mindenki lesz. Én 22-től. Szerintem akkor lehet, hogy 8-ra át kell csúszatni az adásokat amúgy. Mert én 6-ig vagyok. 22-től 25-26-ig. Jó, majd akkor meglátjuk, hogy hogy lesz. Valószínűleg megpróbálunk fixebb időpontokban megcsinálni az egészet, amikor mindenki itt van. Mert nyilván most nem tudtuk sajnos, mert mindenki időben megy, hát Sziruszon meg Iriszen vannak az emberek, szóval... Hát igen, hát most lehet passzivistaként tevékenykedni, úgyhogy... Rendben. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Igen, hétfőn, és vagy vasárnap, várunk titeket a újabb bárkasóval, akkor valószínűleg csak én és Lajos leszünk. Megpróbáljuk ugyanazt a hangot átadni, mint amikor hárman vagyunk, de nem lesz ugyanaz nyilván, de próbálunk egy hozzánk közelebb álló témát ezélni, ahol találni, ahol nem fog hiány érzetetek lenni posza miatt, tehát a képen Zirisen fog tevékenykedni. Úgyhogy hatodjár, és köszönöm szépen a figyelmet, és sziasztok! Kövessetek Twitch-en, YouTube-on, Instagram-on, Facebook-on, ha működik, az, nem működik, biztos, hogy működik. Igen, mindig letilt a semmiért egyébként kurványukat. De valami folyton letilt minket. Igen, de na mindegy. Kövessetek mindenhol, fúziós pacallat. Igen, nem, kijöttünk egy hatalmas dolgot. Hát mit? Tehát 10-ből hány pacalat? Ja, az értékelés, hány fúziós pacalat adnál német Szilárd? Szilárdra? Én, hát az internetes tevékenységére szerintem megérdemli a 10 fúziós pacalt. Szóval én megadom neki a maxot. Az én 12-t adok, 12, azt mondom. Én úgy érzem, hogy ő ezzel a mém hullám, amit ő egymagán indított, ezzel egyszerűen a max fölé 120%-ot meg kell neki adni. 12. fúziós pacal a 10-ből, azt kell mondjam. Csíka, akkor igen, most már tényleg mindent. Értékeltük. Most már hatodjára, vagy hetedjére, bocsánat, nem tudom hányadjára. Megpróbálunk elmenni. Igen. Nagyon nehéz, nagyon szeretjük az adásokat. Igen. Na jó van, sziasztok. Sziasztok.